Köszöntöm a kedves hallgatókat, a Országos Széchenyi Könyvtár 11. podcast adását rögzítjük éppen Deák Sárosi Lászlóval. Solyom és Jákos segíti a munkánkat, én Tóth Péter vagyok, én a könyvtár webes tartalom pakolója vagyok. Deák Sárosi László filmesztét a költő és helyen született, ki hogy Herceg Ferenc díjad is van, Székely nekem egy ilyen különös hely, illetve Okland és Újfalú alatt én Sokat járok a helyi bárba, oda Imrehez, és szinte uh, imádom, ahogy uh, beszélnek a helyi emberek, ezért különleges lesz a veled való beszélgetés is. Az, hogy uh, ez a udvarhelyi uh, nyelv, ez mennyire tett neked hozzához, hogy, hogy foglalkozzál a versekkel? Hát köszönetelek én is, illetve a hallgatókat. Én Székelyudvarra ilyen születtem, de hát Parajdi vagyok, az ah. nincs messze Székelyudvar helytől, ugye áprilajos faluja, igen, és igen. én is azt az ízes magyar nyelvet szívtam magamba. Én ugyan itt a mindennapokban nem nyelvjárásban beszélek, ha hazamegyek, akkor átváltok, de a... Ilyen, igen, ilyen egyszerű átváltani? Hát, hogy... át, igen, de a nyelv és a kód nem csak az intonációból szól, hanem arról szól, hanem a, ugye, szókészletről, ízességről, azért annak egy részét a mindennapokban is azért megőrzöm, és a, a, nyilván ezt a versekben is, a művekben is felhasználom. A beszélgetésünk aprópa elsősorban az adja, hogy idén májusban mutatták be a három vers, új magyar vers című kötetedet. Ez egy példatár is készült, ami tulajdonképpen arról szól, hogy, hogy úgymond kritizálod a, azt a versmondást, ami, ami eléggé elterjedt. Ez hozzájárul az is, hogy máshogy olvasnak az emberek, weben vannak szövegek, némán olvasnak az emberek, nem annyira intonálnak, nem annyira fejezik ki magukat. Hogy jött ez neked, hogy egyszer csak megállapítottad, hogy lehetne jobban verseket mondani? Hát a vers és a hangsúly intonáció az csak egy része ennek a, ennek a könynek, ennek a monográfianak, egy fontos kereszt szempont, egy újítás, de azért azt szerényen de hogy ez egy összegző munka. Tehát az elmúlt 250 év vers tani szakirodalmát olyan összefoglalom, hogy a legfontosabb állításokat, azokat idézem, vagy egyetértőleg, vagy kritikusan, úgy fele-fele részben nagyjából, tehát nem arról van szó, hogy most mindent eldobunk, ami eddig van, Rengeteg nagyon jó eredményt értek el az elődök, azokat én mind használom, némelyikkel vitatkozom, és akkor egy szerves egészet alkottam a saját elméletemmel, és hozzá a dalam hangsúly továbbfejlesztésének az elméletét. A verset én egyik legnagyobb dolognak tartom a verseket magát, hiszen sűrítve ki lehet fejezni azt, amit, amit gondol a, költő. Hogyan indult ez az egész vers? Tegyük ezt helyre, hogy görög időmértékes verselés, ha jól tudom, honnan indult, hogy keletkezett a vers, mint olyan? Hát a vers az több uh, eredett a rendelkezés. Azért említem, hogy eredett mítosz, mert nyilván kezdetben a szóbeliség volt a jellemzés arra nincsenek pontos dokumentumaink, hogy mikor, hogy, de azt azért elég jól uh, uh, érvelve bizonyították, hogy a, a ritmus az a biológiai lényünkből következik, tehát a szívverés, légzés, járás, ugye ezek periodikus mozgások, tehát ösztönösen vonzódunk a, a periodicitáshoz, és akkor Szeretjük úgy elrendezni a mondandókat, még akár a mindennapokban is sokszor, hogy valami ritmust adjon ki, és ezt a költők nyilván felismerték, és akkor azt fokozottabban használják épp az élmény megidézésére, felidézésére. Hát, de ha már rákérdeztél arra, hát vannak műköltészeti ritmus formák is, azok is nyilván valamilyen szóbeli hagyományban rögzültek, tehát, vagy gyökereznek, például ugye a görög időmértékes költészet. Ezt ugye a görögöktől és a rómaiaktól vettük mi át, de a magyar nyelve teljesen harmonizált, tehát a, a, magyar nyelv alapján is ki lehetett volna találni, úgyhogy egy nem idegen formának, nem jövevény formának Nevezném, bár átvettük. Említette, hogy összegző ez a munka, ez azt jelenti, hogy uh, nyilván teljes körön szétnézt ki foglalkozott már ezzel, mennyivel tud ez újabb információkat adni, mennyiben újabb ez a könyv, az ebben leírtak. Hát az összegzés is egy új dolog, tehát egészen ugye Földi Jánostól, Négyesi Lászon, aki az első rendszeres magyar verstant megalkotta, tehát minden fontosabb szerzőtől elolvastam a fontosabb könyveiket, tanulmányaikat egészen a közelmúltig, amíg megjelentek ilyenek, és nagyon sok részt lesz hozzátettem, tehát nem csak ezt a dallam hangsúlyi elméletet fejlesztettem tovább, amit László Zsigmond indított el, 1961-es ritmus és dallam című könyvével, hanem az összeshez valamit megpróbáltam hozzátenni, és egy szerves egészet alkosan. Tehát egészen a, a ritmus eredetétől kezdve a formákig, csak egyet említsek, hogy például az időmértékes, a klasszikus időmértékes verselést, azt én nem simán az átvételből magyarázom, hogy itt vannak a görög és római formák, hanem azokat zenei eredetű magyar magyarázattal támasztom alá, hogy hogy lett volna, hogyha azt magyar nyelven találjuk ki. És ha nem találtuk ki, akkor is, hogy miért zenei eredetű például egy alkajoszi, vagy egy hexameter. Tehát ezek, ezek a ritmusok, ahogyan ismétlőnek, miért van ott a metszet, miért kell egyáltalán metszet, hol veszünk levegőt, vagy nem veszünk levegőt, de mégis van metszet. És ezeknek a magyarázatát például én nem találtam zenei magyarázatát eddig, úgyhogy minden kis fejezetet egy kicsit hozzátettem. A vers megszólalási módokat külön elemzed ebben a könyben Lehet azt csinálnunk, hogy a versmondás, szavalás, skandálás, illetve a recitálás kérdését így egymásba rakjuk, ki, illetve megmagyarázzuk, hogy mit jelent ez pontosan? Hát igen, és lehet példákkal illusztrálni, hát ugye milyen megszólalási módok vannak. Van a versmondás, ez lenne mondjuk a szövegnek a prózai megszólaltatása, van a szavalás, ami egy kicsit próbál már a ritmusra ráerősíteni, de még mindig az értelmi tagolás a fő, van a skandálás, ami töretlenül akar érőjesíteni a zenei ritmust, és van a recitálás, ami a kettőt egyesíti, na ez a fő megszólaltatási mód, és ezt foglalkozom én részletesen, és úgy gondolom, hogy egy az egyetlen autentikus megszólaltatási módja a versnek, az éneklés mellett. Mert az ötödik az éneklés, és ezt csak sorrendben mondom így, de az éneklés volt korábban, hiszen a nyelv maga és a ritmus is, ugye az, ahogy biológiai eredetű, és a zene pedig nyelvi eredetű, hiszen a dallamok azok a szövegintonációból alakultak ki, és azok váltak később dallamszerűvé, amelyek aztán más szövegekre is átvándoroltak, és így sajátos esztétikai hatást értek el. De akkor, hogyha megnézzük, akkor egy-egy mondattal és esetleg egy-egy példával részletesen, hogy, hogy melyek ezek a dikciók. Hát a versmondás ugye az a prózai megszólaltatás, ez nem tűnik rossznak vagy hibásnak, hiszen ez a természetes prozódiát követi. Ugyanakkor hiányos, mert ha egy versszöveg úgy van megírva, hogy abban legyen ritmus, akkor azt a ritmust is meg kell szólaltatni. Tehát csak mondom, csak nem tűnik föl, hogy, hogy rossz vagy hibás, de hibás. Ez akkor, hogyha valaki nem akar ritmikus szöveget előadni, akkor olvasom föl, mondjon el prózát, ugye? Van egy szabad verse. Szabad verset, szabad is, verset hát. természetesen. Mm -hmm. Akkor a következő a szavalás, és ez a legelterjedtebb módja, hát a, színészek, előadó művészek körében, ez bele belekaparít Ritmusba, amikor a prozódia és a metrika a zenei ritmus nem ütközik, és akkor szépen ritmikusan mondja, mikha viszont ütközik, akkor kiesik a ritmusból, és akkor csak az értelmi tagolást követi. Ez azért nem jó, mert ugye folyton kiesünk a ritmusból, egy, egy ilyen eklektikus előadásmód, és ilyenkor szokott lenni, hogy amikor kiesik a ritmusból, akkor nagy dinamikával, nagy patetikussággal próbálják ellensúlyozni azt, hogy kiestek a ritmusból, és ez ebből a szempontból sem olyan jó. Mondom, attól függetlenül, hogy még ez a legelterjedtebb. Na most a, van a skandálás, de akkor mondjuk egy példát ugye a, 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 szavalásra, hogyha a könyvem címlapján kiemelt az futása első sorát nézünk, azt, azt, úgy szokták szavalva előadni, hogy régi dicsőségünk, hol késel az éjjé homályban nagyon szép, patetikus, csak hát éppen elvész a ritmus, semmi köze, már nem haladszik benne semmi e, daktílus, semmi, ami a hexameter jellemző, máshova kerül a metszet, ott egy olyan, mintha egy ütem kezdett lenne a holnál régi időségünk, hol késel az éi Nem ott van, az egy ütem közepén van, azt nem is kell e, metrikailag hangsúlyozni, csak magasabban kell ejteni, és akkor értelmi hangsúly van rajta, de nem, nem e, metrikai. És e, a, skandálás ezzel szemben következetesen érvényesíteni akarja a daktilikus pondékos lüktetés, az a tátiti, tá tá tátiti, -tá -tá és akkor ez így szól, hogy régidi dicsőségünk hol késel az éjjú homályban. És a skandálás azért nem jó, mert ugye itt keletkezik ebben az egyetlen sorban három rossz hangsúly, szó közepén vagy végén, itt közepén, és ezt nem, nem szeretjük a fülnek, azért nem kellemes. Viszont ott van a recitálás, és a recitálás megoldja ezt a problémát, hogy mind a két hangsúly érvényesüljön, tehát az értelmi tagolásból eredő hangsúly és a metrikai hangsúly. És ezt úgy lehet megoldani, hogy különböző nyomatékokat használunk. Ugye, hogy a, elhagyták a tagolásban és a hangsúlyozásban az emelkedőt és az ereszkedőt, mert ez jellemző volt az énekes korszakig. Hát az énekes korszakot azt mondhatjuk nagyjából, úgy lezárhatjuk 1820 körül, akkor halt meg Pálóci Horváth Ádám, a legutóbbi, a legutolsó nagy énekes költő addig mindent énekeltek lényegében, aztán megjelent persze már főleg a 18. században a szövegvers és a némolvasás, most ez egy, egy, kis kitérő, de, de muszáj volt ezt megemlíteni, hogy értsük, hogy miért van a, miért ez a probléma, és ezek után, tehát ugye a 18. század végétől, 19. század elejétől fogva a egyetlen hangsúlyt ismertek a vers nem énekelt megszólalásában, és az a hangerő. De a hangerő magában nem képes differenciálni azt, hogy milyen nyomatékok vannak, akkor az mindenhova ütemkezdetet helyez, ahol nem is van ütemkezdet. kezdet. Ezért használjuk a hangerő mellett az emelkedőt és az ereszkedőt, kissé magasabb bejtés, kissé mélyebb bejtés, és akkor így szólna recitálva szépen a, ez a Zalán futásának az első sora, régi dicsőségünk hol el az éjjé homályba. Hmm. És remélem, hogy ez kellemes a fülnek, hallatszik, ritmikus, és egyáltalán nem mond ellent a, a prozódiának. Én arra emlékszem, gimnáziumban volt, rendkívül rossz élményem volt, amikor egyik verset kellett így szavarni, és akkor a tűz volt benne, vagy a tűzről volt szó, és akkor én úgy gondoltam, hogy a tűz megnyomom, és akkor Igen. erősen fogom nyomni, és akkor rám a irodalom tanár, és akkor nézd, úristen, Peti, ez mi ez? Tehát ez azt jelenti, hogy, a versmondóknak, hogyha betartják ezeket, amiket mind elmondtál, akkor végül is egy ideális recitálásban kellene minden verset hallanunk. Mennyi szabadsága van az előadónak ebben az egészben? Hát rengeteg szabadsága van, ez csak a paradigmaváltás miatt tűnik föl, hogy most akkor valami, mintha bejönne a képbe, és valami korlátozó tényező, mert mondjuk egy egyszerű népdalnak is van ugye ritmusa, vannak hangmagasságok, azokat is betartjuk, és ha elénekeljük, vagy mi, vagy egy ö, én, népdalénekes nem gondolja, hogy őt művészileg korlátozza az, hogy be kell tartani az, hogy hosszú, rövid, vagy esetleg ott a zenében ott még több hosszúság van, és a magasságokat is betartja. Tehát, hogyha betartjuk a ritmust, az csak egy alap, olyan, mint a helyesírás, betartjuk a helyesírást, de utána következik hogy tartalmilag és művészileg, mit mondunk, a színész, az előadó művész mit hoz ki belőle. Tehát rengeteg lehetősége van még azon túl, hogy betartja a ritmust, ahogy a népdalt is elénekli abban a ritmusban, mm. ahogy leírták, vagy ahogy hallotta, és azzal a, azokkal a hangmagasságokkal itt is, hogyha betartjuk azokat a szótak hosszúságokat, azokat az emelkedő és ereszkedő menetet, akkor az megadja a ritmus élményt, és azon túl aztán úgy gazdálkodunk az érzelmekkel, a dinamikával, ugye lehet emelkedni a sorban, lehet fokozni a hangerőt, csökkenteni, lehet lassítani, tehát ezek mind eszközei a művészi előadás mondnak, és mind rendelkezésre áll, ez csak egy apró dolog, hogy a ritmust hogyan fogjuk meg. Egy példatár is kapcsolódik a könyvhöz, ami egy YouTube listán is elérhető, tehát az összes verset meg lehet hallgatni, és majd be is rakjuk majd a leírásba. Különböző művészek, színészek adták elő ezeket a verseket. Hát velük mennyire volt könnyű helyzetet, mennyire tudták átvinni azt, amit te szerettél volna. Hát nagyon jól, de azért jegyezzük meg, hogy ezek a hangfelvételek itt készültek az OSK-ban is itt Egyetem. ebben a stúdióban, igen, és hát nagyon hálásan köszönöm itt Solymosi ágosnak, ugye a hangmérnöknek a munkáját, de hát természetesen az, az előadó művészeknek is a kérdésedre a válasz. Nagyon jól együtt tudtunk működni. Hát egy-két ember volt most, a, aki nem ért rá, vagy nem tudom, nem nem tudta valamiért ezt a megfelelő, vagy a rendelkezésre álló idő alatt megtanulni, átvenni. De ez, ez egy-két ember volt, akivel nem sikerült, de hát jött más helyette, tehát én tíz színésszel és hat színész hallgatóval dolgoztam együtt, és nagyon gyümölcsöző volt a kapcsolat, és azért is gondoltam, hogy több előadóval kell ezt fölvenni, mert nem csak az azonosságot kell ebből a példatárból kihallani, hogy mi a közös ebben a recitálásban, hanem a különbségeket is. Tehát, hogy minden előadói egyéniség a maga stílusához, maga előadói stílusához tudja igazítani ezt a dallamhangsúlyozást, tehát szó sincs semmiféle korlátozásról. Ha véghallgatja az ember ezt a 66 klasszikus magyar verset, ami több mint három óra hangfelvétel, uh -huh. akkor hallja azt is, ami közös bennük, és azt is, ami megkülönböztetéköt egyénivé teszi. Te is említetted meg én is ezt, hogy rossz irányba mennek a dolgok, hogy keveset mondunk verseket, akár az iskolában, is inkább némán olvastatják a verseket, annyira nem mondatják vissza a gyerekekkel, megjelentek a rengeteg szöveg az interneten, aminek hát nem biztos, hogy állandóan ritmikusan ismétlődik. Ez mennyire teszi rosszabbá az egész versmondás, mint olyan? Hát el is vészhet teljesen ugye a ritmus. Két irányba. Az egyik az, hogyha prózaként mondjuk, vagy ha rossz hangsúlyozással most akár a szavolás felé megyünk el, akár a skandálás felé. Illetve a néma olvasás az, az egy nagyon furcsa, megfoghatatlan dolog, mert ott sokkal gyorsabban olvasunk, és felületesebben is, és nincs meg az a humán jellege. Tehát hogy amikor fennhangon megszólaltatjuk, akkor igazodunk a mi saját biológiai ritmusunkhoz és jobb akkor a felfogás is, jobb az egész. Tehát az orális kultúrában, ugye mielőtt elterjedt a szövegirodalom és a néma olvasás, aki egymagában volt, saját magának is hangosan olvasta föl Hű. a, a verset, és nem csak a verset, a prózát is és akkor ennek erősebb volt a humán jellege, nem futottak bele, nem lett annyira felületes. Természetesen a gyors olvasásnak is megvan a maga területe, hogyha át akarunk futni egy újságcikket, vagy ismerkedünk egy könyv, vagy vajon érdemes -e rendesen elolvasni, de úgy vélem, hogy akkor jó a befogadás, hogyha, hogyha azt a mi humán habitusunkhoz közelítjük, és az a hangos megszólaltatás, és ha ritmusos szöveg, akkor recitálás. Tehát akkor kijelenthetjük, hogy azt ajánlott, hogy ha valaki vesz egy verses kötetet, akkor üljön el a magányába, és hangosan olvassa a verseket. Hát legalábbis egy részét érdemes ezt így megszólaltatni, és érdemes megtanulni magát a recitálást. Ugye azt említettem, hogy régebb minden verset énekeltek, tehát még az epikus költeményeket is, hát részben énekelve, részben már recitálva, vagy erde erdendően. Tehát, ugye Bola Siványt az összes versét valamilyen nótára írta, valamilyen dallamra, és ugye Pálóci Horváth állami még énekes költő volt, és ahogy megjelent a szövegirodalom és a néma olvasás, így megjelent a, a prózai és nem énekelt megszólaltatás. Na most ezt nem kell elvetnünk, mert nem minden változás tesz rosszat a, a, a verseknek, ugye általában a világban változás, nevezhetjük ezt akár fejlődésnek is, de akkor. A versnek azért a ritmusát azért meg kell őriznünk, hogyha már úgy van írva. És a recitálást azt szerintem mindenki meg tudja tanulni, vagy tényleg mondjuk 20-ból 19 akinek egy nagyon minimális érzéke van a ritmushoz, és az el tud énekelni egy egyszerű népdalt, azért ezt könnyű belátni, hogy itt a okay. döntő többség erre képes. És mivel nincs minden versnek dallama, vagy nem mindenre írhatunk, ezért jogosultsága, létjogosultsága van a, a nem énekelt megszólaltatásnak, de akkor azt a ritmikusan kell megfogni, és ez a recitálás. Mi a véleményed a versek megzenésítéséről? Mennyire vagy elégedett egy zenért verssel? Hát ennek ö, komoly hagyományai vannak távlatilag is, ugye hosszú évszázadokig, és az utóbbi évtizedekben is. Tehát így mondjuk ugye a 70-es évektől jelent meg úgy ö, határozottabban a ö, versek megzenésítése. Én alapvetően jónak tartom a többségét... Ö, hallgathatónak tartom, és ez egy jó irány, mert megint összekapcsolja azt, ami összetartozik most nem vitatkozom, néha van úgy, hogy nem sikerült annyira jól összehozni a kettőt, de a, szerintem az énekeseknek, illetve a verseket megzenősítőknek is segíthet a recitálás, hogyha mondjuk saját dallamot ír arra a versre, akkor ha követi a, a természetes dallamintonációt, hogy mikor kell emelkedni, meg ereszkedni, akkor jobb a meg, megzenésítés. És erre tudok hozni egy nagyon jó példát, aki még nem tanult uh, ilyen, uh, ezt a dalam elméletet nem ismeri, de ösztönösen mm. mégis alkalmazza, uh, sokat dolgoztunk együtt, több lemezünk is van velük, vele közösen, ez Kasó Tibor dalnok, mm. és uh, ő nagyon jól ráérzette erre, tehát úgy énekel, úgy zenésít meg verseket, mintha a recitálnok, tehát ő ösztönösen érezte a recitálásnak a szabályait, és meg is jegyezte egy hallgatunk az egyik estünkön, hogy, hogy még érteni is jobb jobban lehet, ahogy ő elénekli, mm. és nem azért, mert most ez plusz esztétikai élmény, hogy ő éneklés, akkor dallam is a fülünkben van, ez is nyilván segít, de az kifejezetten megfigyelte és hozzáértő volt, hogy hogy a még az érthetőséget is nagyban segíti, tehát ez szerintem mindenkinek segíthet. Ez a példatár ugye 66 verset tartalmaz, és ugye podcastbe vagyunk itt, a hallgatóink autóba vagy Bárhol máshol hallgatják a, a mi beszélgetésünket, valahogy el, el kéne magyaráznunk azt, hogy ezek a videók, ezek a versvideók, ugye látszódik a, a színész, aki, aki mondja egy állóképen, és utána a tagolását, a hangsúlyozását lehet látni magának a versnek. Ezt, ezt hogyan alakítottad ki? Hogy hogyan néz ki egy ilyen, a, aki a verseket tanulni akarja, mit tesz hozzá ez? Ennek szerintem a tanulási folyamatnak nagyon sokat segít, hiszen mondjuk egy versszak vagy néhány sor látható egyszerre a képernyőn, és ahogy említetted, ezzel a tagolással és ezzel a hangsúlyozással. És akkor, hogyha a kettőt együtt fogadja be az érdeklődő, tehát ezt a versvideót megnézi az OSK lejátszási listáján, akkor hallja is, hogy mikor emelkedik a, az intonáció, mikor megy leje, mikor hangosabb, hol van a cezúr, a szünet, sorvég, és szerintem a kettő együtt nagy, nagyon sokat segít abban, hogy így megtanulja. Pár szó meghallgatja, akkor elsajátítja ennek a dalam hangsúlyozásnak az alapjait, és ezek nagyon alapvető versek, tehát tényleg a kötelező és ajánlott listán szereplők a többsége az. Hát nyilván egy ilyen 5-10 az, az ritkább, de az ők is fontosabb szerzőktől van. Hát csak említsek mondjuk egyet, Arany Jánostól tőle beválasztottam a Dal ünnepe eposzi töredéket, azt nem nagyon ismerik, de az is egy remek alkotás, tehát fontos és jó versek vannak ebben a példatárban. Nyilván a színészeitől, akik előadtak, kaptál azonnali visszajelzéseket, ezentúl megjelent ugye a kötet már fél éve, kaptál más visszajelzést valakitől, aki azt mondta, hogy Lassi, ez marha jó, és innentől így fogom mondani a verseket. Hát igen, először is jelentek meg a dallamhagsúról és magárok könyvről recenziók. Én a legbüszkébb arra vagyok, hogy Adamik Tamás klasszikafilológus professzor írt egy nyolc oldalas Aztán. elemző pozitív kritikát a magyar nyelvőrbe, de megjelent az irodalmi jelentben Kovács István költőműfordító ajánlása is. Csontos Márta irodalomtörténész írt, ő a Mandinerben közölte, vagy a Magyar Nyelvőrben még a könyv megjelenése előtt Terdikné Takács Szilvia nyelvész közölt kritikát, és egy pozitív hangvételű kritikát, és akik hallgatták olyanok is, tehát van műkedvelő ismerősöm, aki a tényleg az autóban is végighallgatja ezeket, ezt a három órát, mm -hmm. nyilván részteltek megy valahova, utazik egy órát, hallgatja, és mm -hmm. neki ez tetszik, illetve egy nagyon friss hír, hogy tegnap kérték ki a véleményemet, hogy hogy adhatja elő valaki a szeptember végén, és akkor ajánlottam ezt a vers videót, hogy hallgassa ha. meg, és akkor így. Most meg fogunk hallgatni egy verset. Arra kérlek, hogy valamit adj hozzá, amelyiket most ebből a vers videóiból be fogunk vágni, és Solymes Jákos be fogja majd vágni a beszélgetésünk közben. Melyiket választod és miért? Úgy döntöttem, hogy ebből az alkalomból hallgassuk meg Szemerédi Bernadettel Áprili Lajostól az Ének a kükülőhöz című verset. Ez szafói strófában van írva. Tehát azért választottam ezt, mert a, az egyik legzeneibb forma, és hát a, ennek a zenei eredetét is hoztam, taglalom a, a könyvben, hogy miért alakult ki a cezúra, a közepén miért van egy aprózás, egy trohéus helyett egy daktilus, tehát úgy, hogy táti, 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 és akkor ez olyan homogén lenne, vagy monoton, nem, tud, nem tudjuk, hogy hol tartjunk és akkor úgy van, hogy táti, 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 és már is tagolt az egész sor. Tehát valahol így alakulhatott ki, illetve a közepén a cezúr, hogy táti, 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 táti. És ez egy annyira népszerű forma, hogy évszázadokat, év ezreket túlél, és sokan írnak ebben a formában, és ez Ápril Lajosnak is egy remeke, és ugye Ápril Lajos abban a faluban nőtt fel, ahol én is parajdon, és az én, a mi kertünk végében is ott csobogott a küküllő, és ez a ritmus, ez, ez valahogy azt is idézi. Áprili Lajos, ének a küküllőhöz. Szaffói. Újra hallgatlak, gyönyörű küküllő, gyermekéveim suhogó zenéje. Meg ne lásd árnyékom a bús kísérőt ötvenöt évem. Lás heves lázban lobogó gyereknek, telhetetlen kedvű kalandozónak, mint mikor zsengén remegett a habban kisfiú képem. Szűzmezőit hűs magasába hangot hívta lábam, csodái, ingolát lestem, s hab alá merülő vízirigókat. Hányszor elcsalt, gondba merült anyámtól, sok súgót, slengét, csodaszép lakója, petjezett pisztránk, halaid remekje, víz leopárgya. Tenger árját túlsuhogó morajjal, városokból vissza vizem te hívtál, zsibbadó lelkembe te záporoztad, fuss Budapesttől. Múlt babámos, könyre fakad barátom, illanó volt, mint a hab ifjúságunk, s részegítő, mint gyökeres martodnak angalitája. Engem ígéz, mint fiatal szerelmest, lüktető sok kebled emelkedése, s úgy súgom, hogy billegető se hallja. Drága küküllőm! Halkul itt a háború szörnyű gondja, Vízi váram véd a beteg világtól, Két erős karral fogod átölelve, Jó kicsi kunyhóm. Aki megbántott, ide jöjjön, áldom, S békeszóval várom az érkezését. Krisztus int a murvaszagú mezőkről, S szőke szelíd nyáj. Isten is jobban szeret itt, A hangja dobban olykor egyet a mély vizekben, azt dobantja, szebb nekem itt az élet, szebb a halál is. De az áprilas versét is lehet ez a 66 vers videók között megnézni és link a leírásban, meghallgatni és nézni ennek a, a tagolását, a hangsúlyozását. Említetted előtte, hogy novemberben már kaptál egy pozitív visszajelzést a, a kötetedről és most november 16-án rögzítjük ezt a, a, felvételt, és tegnap mutatták be a a pozsonyi csatáról szóló e, eposzadnak a, a könyvét, ami szintén e, van hangzóanyag melléklete, mennyire vagy elégedett ezzel a műveddel. Ez is, annak ellenére, hogy ez egy irodalmi mű, ez is tartalmaz elméleti felkészülést és munkát hozzá, hiszen a, az eposzt, mint műfajt, azt is föl kellett újítani, és meg kellett újítani, már ugye szövegszintjén is, és akkor, hát ahhoz úgy gondoltam, hogy a magyaros felező 12-es illik a legjobban, három soros verszakokban írtam, kivéve az előhangot és az utóhangot, az, az öt soros verszakokban van írva. Ez alapvetően rímtelen, ugye ez arhaikus, mert a 907-es pozsonyi csatáról szólt, tehát valami régebbi, akkor valószínűleg kevésbé alkalmazták a rímeket, persze belső rímek vannak, és a belső tagolás, a belső ritmus kialakítása az is egy ilyen izgalmas feladat volt, és ezt Fábri Géza, a zeneszerző énekmondó meg is zenésítette, és ennek az eredménye egy 7 óra 17 perces eposz, ezt rögzítették, ez, ez elérhető, és a kiadványban, ugye a szöveg után, tehát beragasztva egy MP3 CD-ben ott található meghallgatható ez a 7 óra és 17 perces eposz. Na most tegnap előtt, tehát 14-én volt a bemutató, ebből az eposzból ők egy órányit el is énekeltek, ez 8 éneket jelent, és úgy láttam, úgy hallottam a tapasztalatok alapján, sokan gratuláltak, nagyon tetszett nekik az előadásmód, és kiemelték azt, hogy érthető is a szöveg, tehát hogy más az epikus költészet, mint egy, egy lírai, hogy van 10-14 sor, és akkor az olyan tömör, hogy egy óra filozófiai kutakodás, vagy még több megfejteni, hogy mit jelent az a két szó. Itt egy kicsit szellősebb, egyszerűbb, ugyanakkor a tartalmi mélység, az, az mondjuk énekek és az egész mű szintjén jelenkezik, tehát fontos a gördülékenység, az érthetőség is. Az László mindkét művét majd a leírásba beteztük, hogy hogy lehet megrendelni, hogy lehet megvásárolni, hol lehet meghallgatni az eposzt is, a akár a példatárat, a 63 verső Köszönöm szépen a beszélgetést, és Solymasi Ákos segítette a munkánkat. Köszönöm.